Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy Vénusz jóslás. Vénusz itt látható a képen, és szimbolizálja a te nőiességedet, a szép környezetet, a harmóniát, és szimbolizálja a szerelmi témákat. És pontosan ez, amit itt megtekintünk most ennél a jóslásnál. Először megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Itt látható a ravaszróka. Ez jelentheti a gondolataidat, hogy vannak negatív gondolatok, mint például, ebből úgysem lesz semmi. Vagy vannak negatív érzelmek, félelmek, bizonytalanságok, esetleg rossz döntések jelenleg. De amit a ravasz róka még jelent, egy hamis személy, vagy az ő környezetében, aki figyelgeti őt, vagy figyelget titeket, vagy egy hamis személy a te környezetedben, aki kíváncsi, hamis, hazudik, nem bízhatsz meg benne. A múltad. Itt látható a torony, és a torony a feje tetejére áll. Lehet, hogy a múltban úgy gondoltad, hogy minden a feje tetejére állt, és nem tudod hogyan tovább, hogy rendezd a dolgokat. Ez a torony lehetett annak idején egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, de jelenthette azt is, hogy fogva érezted magadat egy bizonyos helyzetben. Vagy a munkahelyen, vagy egy párkapcsolatban, vagy a családban, és mindig úgy érezted, hogy szeretnél változásokat, de ha döntéseket hoztál, akkor minden úgy a feje tetejére állt, és lehet, hogy voltak akadályok, nem sikerült ez neked. Ez a múlt. És a jövő. Itt látható a park, és az jelenti a nyilvánosságot, hogy megjelensz végre a nyilvánosságon, szabadnak érzed magadat, ott van a természet, a szép környezet, mások észrevesznek, téged dicsérnek. És most megnézzük az ő helyzetét. Hogy áll hozzád? Mi a terve? Vannak érzelmek? És hogyan tovább? Milyen lépéseket fog tenni az ő kártyái? Jelenleg még láthatóak nála a kövek, ezek az akadályok. Az is lehet, hogy a baráti kör kihasználja őt, emiatt vannak a nehézségek. A kutya jelenti a barátokat vagy a hűséget. Vannak itt közös tervek veled, de vannak kezdetben még nehézségek. De ez elmúlik, hiszen látható, hogy a kövek helyett itt már a virág van, kivirágzik ez az életút. Útban van hozzád, lesz egy kellemes meglepetés, tervezi veled a jövőt, és kisüt a nap, nyíltan beszél veled a tervekről, nyíltan beszél az érzelmekről. A nap azt is jelenti, hogy kiderül a valóság, ha itt van egy hamis személy a környezetben, akkor ez kiderül. Amit a nap még jelent, hogy ő látni akar téged, jelenti azt is, hogy megvan ez a varázslatos kisugárzás a vonzalom kettőtök között. És most megnézzük, hogy hova vezet ez az életút, hogyan alakul a jövőtök.
Itt a patak jelenti a tisztaságot, tiszta érzelmeket, tiszta gondolatokat, tisztázódnak bizonyos dolgok, és itt a lilium virág szintén a tisztaságra utal. Előre folyamodnak az események, legyen meg a bizalmad, minden jóra fordul, kivirágzik az életutatok, és a nap megvilágítja ezt. És ez volt az általános Vénusz jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze megrendelheted ezt a videót, Vénusz jóslás, a díjam 4000 forint. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!